Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek a Margit szigeten, most már több egyére. Nagyon nagy operett rajongó vagyok. Én nagyon szeretem ezt a műfajt, és nagyon szeretném jól csinálni, és nagyon szeretném megtalálni azt az utat, amin keresztül most a 21. században is ezt érvényesen, jól, viccesen lehet csinálni, és amivel elérjük a közönséget, amivel a fiatal közönséget is meg tudjuk szólítani. Ez a ma bemutatott Luxemburg Grófia operett egy ilyen fajta törekvés, és egy útja annak, hogy ezt a műfajt valahogy a 21. században ismét elkezdjük felvirágoztatni. Én Angèle Didiét játszom ma este a Luxemburg Grófiában. Ezt a darabot ugye Szente Vajk és Galambos Attila teljesen újraírták a Kecskeméti Társulatnak, illetve ehhez a produkcióhoz, és én nagyon örülök neki, hogy egy olyan primadonna született ebben a darabban, aki kicsit már a régi kliséktől mentes, régebben ez kevéssé volt jellemző, a primadonna és a bon vivant, ők csak a nőiség, a férfiasság és a szerelem vonalon mozogtak. Most ebben a darabban már mi is elkezdtünk a humor felé mozdulni, és én ennek nagyon örülök, mert végre ezt az oldalamat is kipróbálhattam, és ebben is egy kicsit megmutathatom magam. Alapvetően nem a történet alakult, hanem csak a nyelvezete. Tehát kapott egy olyan pikantériát, egy olyan új fűszerezést ez az egész, amitől egy picit maibb a poénok, a szóhasználat, a szófordulatok. René Fouché alapvetően egy abszolút bohém, hebrencs fiatal, aki igazából az életét éli napról napra, mert hogy sok pénze nincs, de közben meg rengeteg vágya van. Egyszer csak az ő életében történik egy olyan váltás, egy meglepetés, amikor egyszer csak megkapja ezt az örökséget. Nem elherdálja, hanem szeretne szár rózsát venni a szerelmének, annak a lánynak, akiért oda-vissza van. Lehet, hogy én is hasonlóképpen cselekednék. Amikor tavaly tényleg sok időt töltöttünk itt a Margit szigeten, akkor beszéltük meg Bán Teodóra igazgatóasszonnyal, hogy a következő évadban a Luxemburg Grófia című operettet fogom csinálni, és azt mondta, hogy annyira egy nyelvet beszélünk színházilag, hogy szerinte ezt látatlanba kezdjük el úgy szervezni, úgy készíteni az előadást magát, hogy ez majd a Margit szigeten is megállja a helyét. Ez azt jelenti, hogy már eleve azzal a szemmel készítettük a mögöttem álló díszletet is. Ez a díszlet, ez fönn van Kecskeméten is, és tudtuk, hogy meg fogjuk tudni nyitni a Margit sziget. Tudtuk, hogy a térformák úgy készülnek el, hogy majd a Margit szigeten is jók lesznek. Úgyhogy a válaszom igen, így képzeltük el, hogy majd itt is helyet kapjon és otthont legyen az előadás. Galambos Attilával, bátran mondhatom, ezt a darabot ezt megírtuk. Volt egy példányunk, egy német példány, több mint 100 éves példány, és azt éreztük, hogy akkor és ott ez bizonyára nagyon humoros volt. De a világ sokat változik, és a humor is nagyon sokat változik, és kimondasz egy mondatot 1910-es években is vicces, de ha most kimondod, már nem vicces, és ezzel semmi baj nincsen. Nekünk az a dolgunk, hogy azt a szituációt, azt a történetvezetést, ami akkor megalkotódott, azt megtartsuk, de mégis új nyelven írjunk jeleneteket hozzá, új stílussal írjunk jeleneteket hozzá, és így aztán a néző, aki ismeri a Luxemburg Grófia történetét, az azt mondja, hogy abszolút a Luxemburg Grófiát láttam. Viszont, hogyha összehasonlítod a két példányt, akkor azt látod, hogy mondatok nem hasonlítanak egymásra sehol. Szerencsés helyzetben voltunk, mert Szente Vajk, aki a főrendezőnk a Kecskeméti Nemzeti Színházban, illetve Galambos Attila abszolút a társulatban gondolkodott, amikor ezeket a szerepeket tulajdonképpen újraírták, megírták, leporolták tulajdonképpen a Luxemburg Grófját. És bár kettő szereposztásban játszuk, és a másik szereposztásban Szerenyei Béla, a Szőr Bazil, aki talán korban közelebb van, ebben a verzióban soha senki nem hiányolta azt, hogy nem feltétlenül egy idősebb úr játssza Szőr Bazilt. Mi mindig abból indulunk ki, hogy Feleki Kamilnak ez egy legendás szerepe volt az Operettszínházban, és akkor Feleki Kamil közel 70 éves volt, amikor játszotta. Én éppen a fele vagy kicsit több vagyok annál, de azt hiszem, hogy itt inkább egy ilyen rám nagyon jellemző paródia az, amilyen Szőr Bazil. Tehát egy kicsit kellemetlen alak, kicsit furcsa, de aztán meg is tudjuk szeretni, és egyáltalán nem a korról szól, tehát nem a köztük lévő korkülönbségről. Tehát nem feltétlenül kell szerintem idősnek és köpcösnek lenni ahhoz, hogy egy nő számára egy férfi mondjuk kevéssé legyen jó parti, vagy visszataszító legyen. Úgyhogy én mindent elkövetek, de hát aztán operett lévén természetesen happy end a vége, és mindenki megtalálja maga szerelmét. Gyönyörű idő van, teljes teltház van, és az egész társulat napok óta készül arra, hogy itt már egy hatalmas duranás legyen. Minden adva van ahhoz, hogy ez nézők és színészek számára is egy örömünnep legyen.